És most! Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban! Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között a Paks fm Adásban! A házigazda Strasser Andrea. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt kívánok mindenkinek a Suki koktél és 9 óra után december 19-én, 5 nap múlva szenteste, 1 hét múlva karácsony arra gondoltam, hogy foglalkozzunk ma ezzel. Karácsonykor nagyon sokan hazatérnek, és vannak olyanok, akik egészen messziről. Pakson és környékén is van sok család, ahol külföldön dolgozik egy-egy -e családtag, és ha tud, ha lehet, akkor évente egy-két alkalommal, de legalább karácsonykor megpróbál hazatérni. Egy ilyen vendéget hívtam a szerencsémre már karácsony előtt hazaérkezett Paksra külföldről, Lénárt Kitti. Szervuszát örülök, hogy el tudtál jönni. Sziasztok, köszöntöm én is a kedves hallgatókat nagyon meg kell szervezned, amikor hazajössz? Igen, mindenféleképpen a munkám miatt is, és papírok, minden véget meg kell szervezni, igen. Jó, hát messziről jöttél, melyik országból? Görögország, Rodosz szigetéről. Aha, hogy mióta vagy ott kint, mit csinálsz, és hogy hogyan térsz haza karácsonykor, egyáltalán mióta nem voltál itthon, arról is fogunk beszélni, hamarosan kezdjük is. Adásban kérdezünk, adásban hozzuk a választ. Vendégem adásban Lénárt Kittik, aki külföldről tért haza karácsonyra, és az imént már elárultuk, hogy melyik országból. Görögország, Roda-szigetéről. Uh -huh. Az az igazság, hogy kezdjük azzal, hogy mikor voltál utoljára itthon? Hát emlékeim szerint két éve voltam utoljára itthon. Ugye az egész pandémia miatt ugye nem tudtam tavaly hazajönni. Uh -huh. Hát ez a pandémia ez most nagyon aktuális, és gondoltam, hogy ez lesz a válaszod, hogy régen tudtál jönni. Ez külön érdekesség egyébként, hogy mit tudtál volna akár megszervezni, vagy mit nem mi volt a tapasztalatod. De egyébként mi kezdjük azzal, hogy mióta vagy külföldön, és milyen gyakran jártál mondjuk akkor korábban haza. Hát ez lesz a kilencedik éve már, hogy kint vagyok. És eleinte azért csak nyárom voltam kint, és téli, téli időszakra hazajöttem. Aztán ugye úgy négy-öt ével lakom kint, úgyhogy télen is. És akkor már csak tényleg ilyen karácsonyi időszakra szoktam hazajönni. Nagyon érdekes, ugye most nem tudom, hogy miattam használod ezt a szót így, vagy, vagy te is egyébként így használod, hogy hazajönni. Tehát az itthon az itthon, vagy az otthon az már máshol van. Ez biztos egy nehéz kérdés. Hát, igazából még én magam is ebben belekavarodok, mert hogyha itt beszélgetek például a szüleimmel, akkor én azt mondom, hogy na, akkor én ezt majd hazaviszem, például, hogy kiviszek ki valamit. Úgyhogy igen, ez egy nehéz kérdés. Én nekem ez itthon, az meg otthon. Uh -huh. Tehát, mind igen. a kettő, mind igen. a kettő, igaz? igaz? Igen. Tehát én azt gondolom, hogy nekem a lányom már elköltözött otthonról, és ő, nálam ez még nagyon friss, és a külföld az egész más, de azt gondolom, hogy ez is itthon, meg az is otthon. Szüleid is így gondolják? Hát ők, az, ők azt hiszem nem. Aha. nem. Meg tudod mondani, hogy mi volt az a pont, amikor, amikor már kint éltél, tehát honnan tudod azt, mert azt mondtad, hogy már most már akkor kint élek? Tehát elkezd valahol külföldön dolgozni az ember, akkor már kint él? Tehát hoztál egy döntést? Megmondom az igazságot, hogy én már a legelejétől kezdve kint szerettem volna maradni, nem csak nyári időszakra. Aztán egy-két évet, ugye nem tudtam, különböző okok véget, még ugye lakást keresni, papírok, azért elég neces a dolog. És akkor egyszer csak én azt mondtam, hogy nem most már nem fogok hazamenni, keresek egy akármilyen lakást, és itt fogok maradni térre is. Uh -huh. Miért akarták kint maradni? Én annyira szerelembe estem a szigettel, az időjárás, a sziget, az emberek mindennel, hogy Nekem nehéz onnét eljönni. Pedig ugye most a karácsonyra való hazatérés lenne a fő témánk. Ez egyébként részedről, beszéljünk, négy szem vagyunk őszintén. Tehát ez neked áldozat? Te tulajdonképpen neked, ha már úgy tekintet, hogy kint van Görögországban az otthonod egy pár éve, akkor áldozat karácsonyra hazajönni? Igazából nem. Azért nem, mert én a karácsonyt annyira nem szeretem. Na, tessék. Ez is Rodosznak köszönhető? Nem. Azt hittem ennek a nyári feelingre. Hát a, annak a, ugye teljesen elfelejtetődik, de nem vagyok én annyira de Ez a karácsony szerintem már nem az az igazi karácsony, ami régen volt. Mire gondolsz a hóhiányra? Hó van. azt sem szeretem, mert mivel alapból Görögországban élek, én imádom a meleget is a nyarat és a, a napot, én nem nagyon szeretem a havat, meg a hideget. Nem, szerintem ennek már teljesen más az értelme. Most már nem az az értelme, hogy tényleg együtt legyen a család, és hogy szeretetben mindenki, hanem hogy ki milyen és mennyi mértékű ajándékot vesz a másiknak. Igen, ezt az elmúlt években sokat emlegetjük, de talán éppen azért, mert sokat emlegetjük, szerintem én úgy tapasztalom legalábbis családi és baráti körben, hogy próbálnak az emberek ebből kievickélni. Lehet, hogy te azt mondod, hogy nem sikerül, de én azt látom, hogy ezt az adott család, ha hoz egy döntést, és megpróbál másképp, tehát gondolkodásmódot váltani, akkor, akkor talán meg lehet másként is élni. Egyébként akkor ilyenkor hazahurcolod Görögországból az ajándékokat? Hát most nagyon nagy szerencsém volt, mivel elkezdtem ugye kézzel saját magam készíteni dolgokat, úgyhogy így, így könnyebb volt azért hazahozni egy pár dolgot ajándéként. Na várjál, egyik téma a másik után, akkor kezdjük azzal, hogy mi a hivatásod odakint most jelen pillanatban? Én egy bűvész asszisztens vagyok bűvészasszisztens igen. vagy. Ez egyébként el kell mondjam a hallgatóknak, hogy mielőtt elkezdtük a beszélgetést, megleptél vele, mert tudtam, hogy foglalkozol ilyesmivel, de azt nem tudtam, hogy ez a fő állásod. Igen, igen. Ez, én, én igazából csak ebben, ebben, dolgozom most jelenleg, mint bűvészasszisztens, és ezen belül különböző dolgokat csinálunk. És előtte, előtte voltál animátor, tehát szállodákban dolgoztál. A legtöbb fiatal talán úgy kerül ki. Igen. Az, hogy szállodákban igen, dolgozik. Igen. Mit jelent az, hogy animátor valaki? Azt azért mondjuk el. Hát az animátor először is leszögezném, hogy nem a legegyszerűbb munka, hogy mindig mindenki azt gondolja, hogy hát most fiatalként kimegyek és kipróbálom. Nagyon kemény fizikai munka, egész nap a napon a vendégekkel különböző programokat, játékokat, sportokat kell csinálni. Van, aki éppen a felnőttekkel, van, aki éppen a gyerekekkel foglalkozik, de ez egy egész napos, plusz még ugye az esti különböző műsorokat kell csinálni nagyon izgalmas, és rengeteg nagyon jó témát feldobtál, úgyhogy szerintem lesz miről beszélni, de oda kanyarodjunk már vissza, mert nem engedtem, hogy válaszolj a kérdésemre, hogy hogy szerezted be a karácsonyi ajándékokat? Nem görögből hoztad? Vagy ez titok? Nem mondjuk el. Nem, nem titok, nem titok, mert már szinte mindenki megkapta igazából. <gül> <gül> Na hát ennyit arról, hogy mennyire fontos neked a szenteste, igen? Igen. Én magam elkezdtem horgolni Kézzel uh, csinálom különböző plusz figurákat, különböző dolgokat, és ezeket készítettem. És ez hogy jött? Nagyon sok időm volt otthon, otthon üldögeltem, és úgy gondoltam, hogy nekem muszáj már valamit csinálnom. Na de nem üldögéltél otthon, hát dolgoztál? Ez még tavaly télen, amikor, amikor még nem tél. Igen, amikor mm. még nem kezdtem el dolgozni, és annyira, annyira szerettem volna valamit csinálni, hogy. Felmentem igazából az internet, internetre, YouTube-on megtanultam, egy-két nap alatt, és elkezdtem csinálni. Uh -huh. Láttam a Facebookon ilyen kis, valóban ilyen plusz figurák, figuraszerű dolgokat horgolsz, Eladod őket? Hát, hogyha valaki nagyon szeretné őket, akkor igen. Hát, de nem gyűlhet meg, a szobát tele lesz. Tehát... Nyilván nem, de titokban eladom őket, akkor mondjuk így. <laughs> Oké, okay, tehát maradjunk annyiban, hogy akár el is ajándékozhatod, igen. de egyébként ez egy érdekes hobbi, ami akkor is megmaradt, amikor már bűvész asszisztensként dolgoztál. Na, erről is beszélünk, meg mindenképpen arról is, hogy egyáltalán hogy kerültél ki külföldre, és mitől jött az az érzés, hogy te majd ott szeretnél berendezkedni. Lénárt Kittivel mindjárt folytatjuk. Baksefem! Vasárnap délelőtt adásban! Adásban! Vendégem adásban Lénárt Kitti egy fiatal paksi lány, és talán még nem sértődsz meg azon, hogy azt mondom, hogy paksi. Ne. Nem. nem, nem, nem. Annak ellenére, hogy azt mutat, hogy most már az otthonod Görögországban, Rodosz szigetén van, hát kezdjük a történetet a legelejéről. Hogy kerültél ki? Én el, el voltunk az egész családommal nyaralni Egyiptomban, és itt What? kezdődött az egész történet, hogy ott megláttam magát az animátor munkát, hogy ők mit csinálnak, hogy csinálják, mennyire közvetlenek az a vendégekkel. És én nekem ott tetszett meg ez az egész, és én úgy jöttem onnét haza, hogy én akkor erre jelentkezem. Mit láttál? Mi, ilyen, tudod, mikor látom én a szállodákba az animátorokat, amikor ezt a, minek nevezik, na? Akkor vizitorna, aerobic. amikor vizitornát csinálnak. Akkor láttad? És azt tetszett meg? A vizitorna is, meg maga igazából leginkább az, ahogy, viszonyulnak a vendégekhez, amilyen kapcsolatot ők kialakítanak a vendégekkel. A közvetlenségre gondolsz. Igen. Mm. A közvetlenség meg az, hogy, hogy mennyi idegen emberrel, mennyi idő, mennyi rövid idő alatt, milyen kapcsolatot tudsz kialakítani. Hány éves voltál ekkor? Hát, amikor nyaralni voltunk, akkor 18. Uh -huh. Na, hát előtte állt az élet, gondolhattál volna arra, hogy jó, akkor vendéglátóipari főiskola, vagy egyetem, vagy bármi, és akkor egy balatoni szállodában majd elhelyezkedek. De te ennek ellenére, vagy ezzel szemben? Nekem minden álmom az volt, hogy Egyiptomba menjek ki, és külföldre. És egyébként a nyaralás után én jelentkeztem is <laughs> különböző cégekhez, semmiféleképpen nem szerettem volna itthon. Ezt csinálni, mert nem ugyanaz, szerintem. Az itteni animátorok és a külföldi animátorok nem igazából ugyanazt csinálják. Arra gondolsz, hogy Magyarországon egy szállodában nem engedheted meg magadnak azt a közvetlenséget, amit odakint tapasztaltál? Talán igen, és talán egy kicsit abban is az is benne volt, hogy nem biztos, hogy magyarokkal szerettem volna. Együtt dolgozni. Uh -huh. Hát ez csak egy egyiptomi nyaralás után jött Igen. ez a történet, ez Igen. a gondolat? Uh -huh. És aztán? És igazából hazajöttem, anyáik ugye mindjárt persze mondták, hogy ja, jó van, úgysem megyek ki, meg ennyi időt, biztos, hogy nem leszek én távol, főleg a kiskutyámtól. De én addig-addig húztam az egészet, hogy én azt mondtam, hogy de igenis, egy hétfői napon elküldtem az ön életrajzomat, pénteken már hívtak. Uh -huh. Tehát megkerested azokat a szervezeteket, akik foglalkoznak azzal, hogy közvetítenek, és akkor Egyiptomba próbáltál kijutni. Hogy jött Görögország? A, sajnos az Egyiptomba kiutás azért az egy elég macerás és nagyon maga a cég, aki oda kivisz embereket, azért ő nekik elég nagy a... Nem vagy keressük meg a szót együtt. <laughs> Próbálom. Keressük meg a szót együtt. Ugye megbeszéltük, hogy nem minden szó fog eszedbe jutni. Igen, ez például pont egy ilyen szó most. Na, mondd angolul. Nagyobb ne... az elvárásai? Igen, Talán? igen, jó, jó lesz. <laughs> akkor megtaláltam. Tehát annak a cégnek igazából nagyon nagy elvárásai voltak. És mivel én akkor igazából angolul sem nagyon tudtam beszélni, <laughs> Uh -huh. Úgyhogy oda sajnos nem sikerült uh -huh. kijutnom, ezért jelentkeztem én egy másik céghez. Uh -huh. És akkor ők voltak, akik Görögországba közvetítettek. Arra már nem emlékszem, mert ugye mi ismerjük egymást régebről, hogy rögtön, rögtön Rodosz szigetére kerültél ki? Igen. Rögtön Rodosz szigetére? Igen, hát egy... ez is egy érdekes történet Na, volt, mert ugye felhívtak engem, hogy kaptam egy munkaajánlatot Rodosz szigetéről, de hogy még nem kell elfogadnom, mert hogy még bárhonnan máshonnan is jöhet, nem kell egyből igent mondanom. Én pedig mondtam, hogy de, valamiért ez lett az első, ezt valaki így akarta, én ide megyek. Le is raktuk a hölgyel a telefont, pár óra múlva hívott, hogy kaptam munkajánlatot Krétáról. Mondtam, hogy nem, köszönöm, én valamiért az elsőnek kell lennie, oda megyek. Egy óra múlva megint hívott, hogy egy másik szigetről kaptam, de én valamiért... Megezni a karikacsapás. Igen, valamiért nekem én úgy éreztem, hogy mivel Rodos volt az első valaminek, az oka ez, ez kellett, hogy legyen. Uh -huh. És akkor tulajdonképpen hány éves voltál? Tizen? 19. 19 már, na van egy évet öregedtél és akkor két bőröndel a hónod alatt aláítod a szerződést, és kimentél. Én emlékszem arra, hogy anyukád mennyire izgult. Én nem akarok nagyon dolgokat kibeszélni, de mintha még föl is hívta volna az irodát, mert neki nem tetszett, hogy a lányát odakint hogy fogadták. E, így volt? Mert a Azt... nyilván biztonságban akar téged tudni. Igen, azt hiszem, hogy nem is az első évben volt ez, ami, amire te gondolsz. Ez egy következő sztori volt. Uh -huh. e, nyilván, én sem tudtam, hogy hova megyek. Angolul még mindig nem nagyon beszéltem, úgyhogy nyilván anyáik is, és mindenki, én is, mindenki izgult, hogy igazából mi is történik, hova visztek engem, vagy ki fog értem jönni? Uh -huh. Tehát semmit nem tudtunk előre. Hát pedig nyilván ott volt az iroda, aki közvetített, de hát van az úgy, hogy azért nem kap az ember annyi információt. Hogy boldogultál? De én annak örültem nagyon, hogy azért kaptam egy-két magyar munkatársat magam mellé, uh -huh. és hál' Isten az első pillanattól kezdve nagyon-nagyon jó kapcsolatot uh, alakítottunk ki egymással, és ők azért így nagyon sokat segítettek nekem. Uh -huh. De hál' Istennek, én azt mondom, hogy két hét alatt, mivel rá voltam kényszerülve az angolra, nem, nem tudtam igazából, hiába volt a két magyar munkatársam, velük sem nagyon tudtam magyarul beszélni. Így nagyon hamar meg tudtam... Uh, tanulni az angol nyelvet uh -huh. és görögül. Hát, görögül azért nem egy könnyű nyelv. Szerintem a mai napig nem mondom azt, hogy beszélek. Ha nagyon rá vagyok kényszerülve, és nagyon muszáj, akkor azért egy pár mondatot biztos, el tudnék hogy mondani. Tud, biztos, hogy tudsz. De nagyon sok mindent megértek. Uh -huh. De ez azért van, mert ahol élsz, Rodosz szigetén tehát annyira turista paradicsom, hogy mindenki angolul beszél, még a görögök is. Igen, én ezt mondom mindig, hogy körülöttem mindenki beszél angolul. Uh -huh. Tehát nem vagyok rákényszerülve arra, hogy görögül beszél. Jó, de ez azért úgy szokott lenni, hogy az ember, ha megtanul egy nyelvet, utána már tapad a többi, és én úgy tudom azért, hogy azok a szállodai körök, ahol te dolgoztál az elmúlt években, azért mindig volt, hogy most mit tudom én, ide sok orosz jár, ide sok nem tudom én, majd te mondod, hogy milyen országokból a turisták, és hát már bocsáss meg, megint anyával kell jöjjek, anya azért néha dicsekedett, hogy ó, már az oroszokat is érti egy kicsit, már ezt is, azt is, tehát több nyelvben otthon vagy, vagy azért ennyire nem? A munkám során, igen, és a szállodáknak köszönhetően van egy jó pár nyelv a azért jó sok mindent megértek. Én nekem az volt a szerencsém eleinte, hogy gyerekekkel dolgoztam. A gyerekek viszont a legjobb tanárok. Ah, ezt már hallottam többször. Igen, mm -hmm. tehát ővelük lehet a leges legjobban tanulni. Ők nem fognak kinevetni, hogyha te nem tudsz valamit, de viszont ők meg fogják ismételni, amit ők meg akarnak veled értetni. Mm -hmm. Úgyhogy nekem ők nagyon jó tanáraim voltak, amikor egy asztalnál tényleg egy francia, egy orosz, egy német, egy izraeli, mindenféle nemzetiségbe ültek a gyerekek, és egy sima kártyalap kezdtünk el tanulni. Csak a színeket és a számokat. Így különböző nyelveken. Te foglalkoztál velük, mint animátor, de tulajdonképpen ők tanítottak igen. téged. Hát ez óriási. Igen. Tehát így, hogy mondják, tehát elmentél dolgozni, de ingyen tanultál nyelvet. Tehát ez igen, így van, ez, igen. Ez nagyon igen. jó. Jó, hát folytassuk innen a beszélgetést. Nagyon izgalmas. Adásban kérdezünk. Adásban hozzuk a választ. Vendégem Lénárt Kiti, aki Görögországból tért haza karácsonyra. Alapvetően ez a fő témánk, a karácsonyi külföldről való hazatérések. Paksa tértél haza, ez is nagyon fontos, hogy paksi vagy, de hát az az igazság, hogy elkalandoztunk az előbb a felé, hogy hogyan jutottál egyáltalán ki Görögországba, hogyan kezdtél el dolgozni, és hogyan tanultad meg a nyelvet, ugye az angolt. Igen. Nagyon érdekes egyébként, ami a szállodában veled történt, én úgy tudom és úgy emlékszem egyébként, hogy egy ilyen tavasztól őszig tartó időszakra szerződtél először, és aztán tulajdonképpen ez úgy volt talán egy-két évig, hogy tére hazajöttél. Igen, ez ez úgy volt, hogy körülbelül hat hónapot annyit voltam kint, és akkor utána térre mindig hazajöttem, aztán mentem vissza megint. Uh -huh. Ez volt így... Négy évig, körülbelül uh -huh. négy-öt év. És emlékszem arra, hogy már pedzegetted elég hamar, hogy nem akarnál hazajönni. Mi hozta meg a, a dönt, döntenet kellett, vagy lehetőséget kellett találnod, hogy télen is el tud tartani magad? Mit csinálnak Rodosz-szigetén, akik nyáron szállodákban dolgoznak? Mit csinálnak télen? Hát igen, ez nem egy könnyű döntés, ugyanis ott télen nem igazán van munka. Még a görögöknek sem. Nem, hogy még egy olyan embernek, aki igazából nem is beszél görögül, vagy nem is oda való. Tehát így igen, elég nehéz döntéseket kellett hoznom. Ugye pénzt összegyűjteni, lakást keresni, akkor megkeresni a megfelelőt, hogy hova is tudok elmenni így ezzel a igen, a szavakat keresünk sem, míg on megtaláljuk igen, igen. együtt. Tehát, ö, ö, igen, megtalálni tehát, így azokat a, a lehetőségeket. Igen, megtalálni. a lehetőségeket, meg azt, hogy hogy tudom fenntartani magamat uh -huh. így, hogy hogy nem lenne te, nem lett volna télen úgy a munkám. Uh -huh. És ez beletelt egy kis időben, mire ezt így... Az egészet össze Összehozni. tudtam hozni, igen. Mm -hmm. Pedig hát nyilván ott kialakult azért, nyilván kialakultak a kapcsolatrendszereid, nyilván kialakult a baráti társaság, de kérlek, osszál már meg velünk egy-két érdekességet, ha megtudhatjuk azt, hogy körülbelül, mondjuk, mennyiért tud Rodosz szigetén albérletet tehát mennyibe kerül egy albérlet, ahol mondjuk egy fiatal el tud helyezkedni? Egyetem vannak albérletek? Igen, rengeteg albérlet van. Na. Ezzel csak annyi lesz a problémám, hogy én euróból nem tudok a mai napig átváltani <gül> forintba. <gül> okay, semmi nekem, van. én nekem még mindig az euró van a fejemben. az eurót, én se tudok. Csak. <laughs> Akkor jó. Hát szerintem az átlagár er azért egy ilyen kisebb egyszobás lakást 300-320 euró környéken lehet bérelni. Ez egy normális kis egyszobás lakás az ilyen stúdiók, azok Mi sokkal... Mi ez, lop. havonta? Igen. Uh -huh, havonta. De ebbe általában benne van az áram, vagy a víz, vagy csak az internetet kell külön füzetni, tehát azért vannak ilyenek. Így is nagyon drága szerintem. 100 ezer forint körül, 100 000 forint Jó, körül, nagyon sok. Hogy... Több az, egyébként több, több lesz az, igen, több igen. lesz az, lehet, hogy inkább 150 000 forint körül, mondjuk egy albérlet, te is egy ilyen egyszobás albérletet hmm, kerestél és találtál igen. magadnak. Mit szóltak a, a, mit szólt a családod és mit szóltak a szüleid, amikor azt mondtad, hogy te hosszú távon akarsz kint maradni? Nagyjából a műsor elején már elmondtad, hogy miért. Nyilván nem tetszett nekik, már csak azért sem, mert ugye ők is féltek attól, hogy hogy fogom tudni fenntartani magam. Így, hogy tényleg csak nyáron dolgozom, télen nincsen semmi munkám, tudtam-e annyit vajon félre rakni, hogy elég lesz -e nekem ott télen, nem-e fogok ilyen halni például, vagy hogy tényleg ki tudom-e fizetni a lakást, tehát ez nyilván nem nagyon tetszett nekik sem az elején. És amikor már kint éltél, akkor mit csináltál télen? Próbáltál munkát találni, vagy akkor jött a bűvészkedés? eleinte még, még igazából nem. Próbáltam így néha valahova menni segíteni, hogyha valakinek kellett esetleg besegíteni bármilyen munkában. Aztán igen, hál' Istennek találkoztam ugye a bűvészekkel. Igen, a szállodákban bemutatókat tartottak, vagy bűvészmutatókat? Az egyik szállodában, vagyis hát nem is csak az egyikben, több szállodában dolgozott egy bűvész. Minden, nem minden este, minden héten jöttek fellépni, csinálni egy sót. És én ő vele ott ismerkedtem meg, egyszer csak felhívott, hogy te figyelj már, az egyik ismerősömnek kéne egy asszisztens. És mondtam, hogy hát én már indulok is. De, de miért? Azért, mert éppen ó, tudtad, hogy rá fogsz érni azokban a nap, azokon a napokon, azokban a napszokokban, és úgy oltál vele, hogyha bármi más munkát találsz. Még azt elvállalod? Ez az időszak volt az, amikor azt mondtam, hogy egy kis pihenő kell az animátorkodásból. Hát nem jól döntöttem, mert elmentem dolgozni egy, Kis üzletbe, ahol ilyen táskáktól, ajándékoktól kezdve mindent árultunk, de nekem az annyira csendes és nyugodt volt, hogy, <gül> <gül> hogy én nem bírtam ott ülni. A 8 nagy közvetlenségedet <laughs> ki akartad élni az egyiptomi szállodákban, és akkor bekerültél egy kisboltba, és az nem volt elég. Igen. És akkor igen. mit csináltál? Igen, hát és amikor ugye szólt ez a bűvész ismerősöm, én ennek nagyon megörültem, hogy legalább heti háromszor legalább tudok valami más csinálni, és nem csak tényleg ott ülök egy kis üzletbe, és emberek nem sétáltak meg, ráadásul annyira eldugott kis utca is volt. És akkor ennek így nagyon örültem, hogy legalább heti három sóval tudjuk így kezdeni. Aztán ugye akkor már következő évben ott is hagytam ezt az üzletet, és Aha, Na, hát erről azért egy nagyon picit kérlek mesélj. Mennyi idődet tölti ki ez a munka? Tehát gondolom hát, hát kicsit bohém élet lehet. Tehát gondolom esténként vagy délutánonként vannak az előadások, tehát mint a színészeknél és a művész embereknél napközben alszol, este dolgozol, vagy nem tudom, hogy működik, és, és hát egyáltalán. Most, hogy ez a főállásom lett, igazából minden este van a fősónk, ami azt jelenti, hogy minden este különböző szállodákba megyünk egy órás műsort uh, csinálni. De ezeken kívül nekünk délelőtt is van, tehát csinálunk bubble show -t. Fogalmam nincs, hogy hogy fordítsam le magyarra. Bubble. Bubble show, amikor ilyen buborékokat fújkátsz. Hmm, buborék, csak az már egy mert ilyen igen. nagyobb, <laughs> nagyobb kivitalban. Igen. igen. És nagyon sok gyerekpartikat csinálunk, tehát gyerekszüli napok, ovikba, iskolákba megyünk esetleg fellépni, csinálunk valamit a gyerekekkel. Vannak ezek a maszkotok, amikor beöltözünk különböző figuráknak, tehát azért vannak dél délelőtti És programok És mikor gyakoroltok? Is. Vagy, most, vagy nagyon rutinosak vagytok? Hát ez egy nagyon vicces történet. Én a mai napig néha nem hiszem el, amikor a főnököm azt mondja kettő perce a színpadra lépés előtt, hogy na te figyelj Kitty, akkor ezt most változtassuk már meg ilyen, ilyenből ilyenre. Tehát ilyenek előfordulnak, igen. Wow, te figyelj, és már minden bűvésztrükköt tudsz. Annyi azt Tudom mondani, hogy amit mi csinálunk például, abból mindegyiket tudom, hogy működik. Igen, igen. igen. Mert az más, amikor tudod, hogy hogy kell csinálni, este. és meg tudod nem csinálni, kell -e elárulnod, hogy... semmi, vészt, ja, nem kell -e az. elárulnod. <laughs> de, de tudod, hogy hogy működik, igen. Ere, ez, ezzel azt akarod mondani, hogy nem biztos, hogy meg tudnád csinálni, de így tudod, van, hogy hogy működik, van. és mi a titka. Igen. Uh -huh. Nagyon jó. Uh -huh. Tehát maradjunk annyiban, nem gyakoroltok, hanem. Hát a úgy jön, éppen. ilyen görögösen ez a gyakorlás. És ebből meg lehet élni, tehát vagy. De most engedj meg ilyen indiszkrit kérdéseket, hát ha másnak is tanuló pénz, jobban keresel, mint az animátorkodással a szállodákban? Vagy több az időd? Vagy jobban szereted? Én nagyon szerettem az animátorkodást is, ezt is imádom. A, a lényeges különbség, hogy van olyan nap, amikor én csak reg, este 6 Este 11-ig dolgozom. Uh -huh, Tehát uh -huh. az az idő, amikor elmegyünk a hotelbe, mert lehet egy kicsit messzebb van, aztán egy óra a műsor és visszajövünk. És én ezért ugyanazt a pénzt megkapom, mint amikor én 8 órában egész nap a napon voltam, azért 40 fokokba. És csináltad a vízi parádét, vagy tornátok. Igen, <laughs> igen. Aha. És hány kilométeres körzetben? Biztos utaztok is, vagy nem? Hát igen, utazunk a legmesszebb, hogy kilométerbe mennyi nem tudom, egy másfél óra. Tehát út. mondjuk annyit. oda. Uh -huh. Igen, uh -huh. mondjuk annyit, akkor elmentek. Igen. Lennart Kitty a vendégem, és hát alapvetően a karácsonyi hazatérésről, külföldről apropóján beszélgetünk, hamarosan folytatjuk. A Bogscheman, a Bogscheman vasárnap délelőtt Vendégünkkel vagyunk Adásban. Adásban. Egy fiatal paksi, most már úgy mondom paksol elszármazott lánya vendégem, Lénárt Kitti, aki karácsonyra érkezett haza külföldi munkájából. Azt is megbeszéltük most már, hogy mondhatjuk, hogy külföldi otthonodból, mert hogy most már jó pár éve Görögországban nem csak dolgozol, hanem élsz is, és hát ott tartottunk, hogy szállodai animátorként kezdtél, és rendkívül izgalmas az új munkád, ami számomra legalábbis új, mi régóta ismerjük egymást. Bűvész asszisztens vagy. Itt a zene alatt megkérdeztem, hogy van-e kedvenc bűvész trükköd. Igen. Azt mondtad, hogy az az eltüntetős. Igen, van egy nagyon-nagyon kedvencem, ez egy ilyen hatalmas doboz igazából, ahol hát nyilván én vagyok az, aki eltűnik. Igen. A bűvész olyan mutatványukkal csinál, amivel teljesen el tud engem tüntetni. És hát kardokat is. Nem kell egy nagy dobozról dobozra gondolni. Igen, ebben a trükkben az az érdekes, igen, hogy igen, de viszont mindenféle oldalról, oldalról föntről kardokat szúr be, igen, sőt jó, még középpen is egy rudat át, átszúr, és Amivel viccesítettük ezt az egész történetet, csak hogy ugye gyerekek sem ijedjenek meg tőle, én a legelején csak úgy megyek bele a dobozba, hogy ad nekem pénzt. Aha, aha. És amikor az első kartot beszúrja, én azokat is mindet kilököm, addig, amíg nem ad pénzt. Tehát megpróbáltuk ezt egy kicsit viccesebbre aha. venni, hogy nehogy véletlenül a gyerekek megijedjenek. Aha, vannak ilyen kis egyedi aha, előadásaitok. Igen. Jó, na, a bűvész trükkökről és a titkokról csak annyit, hogy hát állítólag nagyon nagy hajlékonyság kell, hogy eltűnj abban a dobozban, és egyébként kell jelzést adni, hogy szúrhatja a következőt, vagy leadod a jelzést, hogy már el vagy tűnve. Az az igaz hogy Igen, hajlékonság nagyon kell. Hát az, hogy el vagyok-e tűnve, vagy hogy jelzés leadni, erre sajnos nincs idő. Az. <laughs> erre sajnos nincs idő, ezáltal Ez... elég sokszor, főleg, hogy nagyon sötét van a dobozba, a bűvész nem látja, hogy mi hol van. És hát igen. Van, megtörténik, hogy egyszer-kétszer úgy félre mennek azok a kardok. És ne kicsit... idegesíts, de, de mondtad, hogy azok nagyon tompák, játékok. Tompának nem tompák, nem játékok, Aj. teljesen félből vannak, de nem élesek, <laughs> hál' Istennek, igen. Húha, na jó, valami jó kis életbiztosításod is van itt kint, Görögországban. Hát, bízom benne, <gül> igen. <laughs> Oké, okay. eh, ott tartottunk ugye az imént is, az előző részben is arról beszélgettünk, hogy most már eh, hány éve élsz kint akkor, vagy hány éve dolgozol kint akkor? Kilenc. Kilenc éve, kilenc. 19. éve, ugye 19 évesen kerültél ki, és most már hát engedd meg, hogy megemlítsem azt is, hogy hát úgy tudom, hogy párod is van, akit nem tudtál most ide hazahozni, talán még nem is járt Magyarországon. Magyarországon még nem járt, és nem, sajnos ő most nem tudott velem jönni. Itt a Covid helyzet miatt egyébként nem, vagy a... Nem, hál' Isten nem ez miatt, ja, hanem uh -huh. ő egy hajós kapitány. Jó. És ő jelenleg is dolgozik, és mivel ott kint elég nagy viharok vannak ilyenkor, és brutális szél, ő neki szinte napi szinten kell figyelnie egy hajóra. Uh -huh. Ő azt nem hagyhatja ott. És mivel nem talált valakit helyette, hogy tudjon rá figyelni, ezért nem tudott így eljönni velem. Uh -huh. Karácsonyra érkeztél haza, és ugye már a műsor elején, az adás elején beszélgettünk arról, hogy hát most akkor haza, vagy neked otthon van az otthon. Mit gondolsz, eljön majd az az idő, amikor a te családod kell, hogy kimenjen hozzád karácsonyra? Vagy a karácsony a külföldön élő és dolgozó emberek számára olyan, hogy hazamegyünk oda, ahonnan származunk? Mert nagyon sokan élnek így. Én inkább a másodikat mondanám szerintem. Alapból én úgy gondolom, hogy elég nagy családunk van. Mire oda tényleg mindenki uh -huh. kijönne, azért nem biztos, hogy ezt így meg tudnánk oldani. Én ennyi, ennyiből nagyon örülök, hogy legalább ilyenkor látom az egész családot, ugye mindenki együtt van, de inkább szerintem inkább az, hogy én. Mint egyedül, vagy esetleg a párommal hazajövök, mint hogy ők. Uh -huh. Nem tudom, én hányan. Az egész lócélat. Jó, Igen. igaz, ez jogos, tehát, hogy nem csak a szűk család van végül is. Vannak egyébként a te korosztályodban olyan barátaid, ismerőseid, akik, akikről még tudod, hogy külföldön dolgoznak? Legjobb barátnőm. És hol van? A legjobb barátnőm ő Ausztriában van, most uh -huh. már lassan egy éve szerintem. Uh -huh. Na, Igen. csak nem, hogy a te hatásodra, mert azért mégsem kilenc éve van ki. Hát, hogy én hatásomra, nem én hatásomra, én ötletem volt az animá animátorkodás, és ő is ugyanabban az évben, sajnos hova, de ő is elment. Tehát ő benne is benne volt már régóta, de ez a külföldre vágyás azért. És most, hál' Isten őnek is van párja, úgyhogy most ők együtt így eldöntötték, hogy akkor ők kimentek. És egyébként a karácsonyon kívül máskor is haza tudsz térni, hogy tapasztalod, akik külföldön élnek és dolgoznak. Vannak olyanok, akiknek olyan munkájuk van, hogy egyébben többször haza tudnak térni. Nálad, nálad ez nagyon nem, nem így működik, tehát nagyon ritkájos haza. Hát nálam az a helyzet, hogy április November elejéig semmiféleképpen. Mert akkor van a szezon, akkor ugye minden egyes nap dolgozunk, tehát akkor esély nem lenne arra, hogy én hazajöjjek. Uh -huh. Inkább anyáik menjenek oda nyaralni, igen. ha akarnak valamit, például látni téged. Igen. Azt mondtad a műsor elején, hogy tulajdonképpen, ami Görögországot illeti, szerelembe estél Rodosz szigetével igen. Milyen Görögországban az élet, hogyha. Ajaj, mutatott közben, hogy van egy kis tetoválásod. Rodosz van egy írva, igen. Ah, Aha, van egy kis tetoválásod az egyik újjadon, csak mondom a hallgatóknak, hogy ne, nem a nem a pulóveredet kellett feltűrni. Mi, milyenek a görög emberek? Egy pár percet azért, vagy egy pár gondolatot mondja erről, vagy, vagy ahol teljes, ugye beszéltünk arról is, hogy annyira turista paradicsom, és annyira, tehát egy ilyen nemzetközi színes egyveleg az egész, tehát hogyha elutaznál Görögországban egy olyan kis faluba, ami nem turista paradicsom, ott egészen más lenne az élet, és egészen mások lennének az emberek? Szerintem alapba, alapba, véve a görög emberek, én úgy gondolom, hogy nagyon kedvesek és segítőkészek. Amúgy iszonyat hangosak. Nagyon hangosak, tehát ők, ők alapból kiabálva beszélnek egymással. Ez valakinek ijesztő lehet egy idő után. De szerintem nem. Szerintem viszont nagyon kedvesek. Az, hogy a munkához való viszonyuk az milyen, na hát az már egy másik téma. Na, igen. Tehát <laughs> ők dolgozni nem szeretnek. <laughs> na, de miből Elmennek ők dolgozni, azzal nincsen ilyen, csak baj. Nem csak nem szeretnek. Csak hogy ott mindenfélét mondjuk kitalálnak, hogy ne kelljen valamit éppen megcsinálniuk. Aha. Nagyon Igen, jó. a görögöknek ugye a fő dolog az a kávé és a cigaretta. Wow! <laughs> őnekik az mindig ott legyen velük, és ugye ez egy jó indok mindig ugye a munkából is kimenni szünetre. <laughs> Nagyon e, jó. Amit kérdeztél esetleg kis falukba, vagy ilyen messzebb a turistáktól inkább úgy mondom, ott viszont, na ott, ott tényleg az van, hogy az idős bácsikák, nénikék, akik még meg se tudnak szólítani, mert nem érted, ahogy mit mondanak, egyből nyitják az ajtójukat, és valamivel meg fognak kínálni. Tehát annyira, annyira vendéglátóak szerintem, és kedvesek, hogy, hogy igen amikor szóba jön, hogy magyar vagy, vagy hogy Magyarországról származol, egyébként ez gyakran szóba jön? És hogyha igen, akkor, akkor mit, mit, mit szólnak hozzá? Vagy, vagy, több magyar van kint Rodosz-szigetén is, aki kint dolgozik, és ez nem egy idegen dolog a számukra? Rengeteg magyar van kint. Tehát tényleg rengeteg. Én nem sokat találkozom, én mindig valahogy elkerül, elkerülöm őket, de rengeteg magyar van kint. Igazából, de nagyon sokan meg szokták kérdezni, hogy honnét jöttem, és amikor mondom, hogy magyar, akkor mindig valami, valami kis magyar szót, vagy legalább a gulyáslevest biztos, hogy megemlítik. Na, tessék, de jó. Igen. A gulyáslevest az biztos, hogy megemlítik. De szerintem nem. A magyarokkal nincsen probléma kint Görögországban, inkább így mondom. Aha, igen. De hát innen is nagyon sokan járnak le, oda, úgymond turistaként, és azt azért, azt azért a görögök szeretik nyilván. A karácsony, másnáluk a karácsony. Tavaly ugye volt, Görögországban karácsonyoztál, nem tudtál hazajönni akkor a koronavírus járvány miatt? É, igen, egyáltalán nem voltak repülőjáratok, uh -huh. tehát nem igen, tudtam, igen, hogy igen. egyáltalán igen. hazajönni. Igen. És megtartottad a karácsonyt, vagy örültél, hogy nem kell karácsonyozni? Más náluk az ünnepről tudsz valamit? Hát, én megmondom őszintén, én nagyon szívesen elücsögölögtem volna otthon a kis meleg kuckomba, de a párom családja viszont ezt nem hagyta tehát, el kellett hozzájuk, mert el kellett, hát elmentem Ö ögörög? nyilván. Ögöröd? Igen. Hivatal, hivatalos voltam a nagynényékhez, és hát igazából, megmondom őszintén, hogy nagyon otthonosan éreztem magam, hogy ők is nagyon sokan voltak, és nagyon hangosak, akárcsak a mi családunk, tehát <laughs> igazából nem volt sok különbség, igen. Na, és magában a karácsonyi ünnepben, tehát ott is van egy szenteste vacsorával, vagy másként ünnepelnek? Őnáluk nem igazán van a szenteste. Tehát ő csak tényleg az a karácsony, amikor tényleg mindenki, család, minden összejön, és hát nyilván görögök. Tehát annyit főznek, hogy még egy hét alatt sem eszik meg, és annyira különböző dolgokat. Folyamatosan, amíg erről beszélsz, ez a film, tudod, ez a görög lagzi, ez a bazinai görög lagzi jut eszembe, az, az valószínűleg korrekt, az a film, ugye? amit ott van igen, le, igen. amit, amit bemutatnak. Igen. Jó, hát idén viszont Pakson karácsonyozol, mennyi időt töltesz itthon? Hát most éppen egy hetel körülbelül, hogy itthon vagyok, és Valószínű február környékén fogok visszamenni. Az nagyon hosszú idő hát most, igen. még mi van addig a bűvészsel? Hát nincs asszisztense? Hát szegény bűvész, főnököm, nagyon kis van akadva ez miatt. De hogy, hogy ilyen hosszú időre jöttél? Azért jöttem ilyen hosszú időre most, mert ugye tavaly nem voltam, nem tudtam itt lenni. És most úgy voltam vele, hogy hát most kicsit magára hagyom a főnökömet, és bűvészkedjen egyedül, bár ugye ilyen karácsonyi időszakban pláne lenne munkánk. De most úgy gondolom, hogy meg tudja oldani nélkül. Uh, is. van, van, nagyon, nagy lehet már ott a bizalom, és valószínűleg nagyon akarnak ott téged, hogyha ilyen hosszú szabadságot kaptál. Hát nagyon örülök, hogy ez alatt a hosszú szabadság alatt akkor szakítottál erre is időt, mert én úgy tudom, hogy itt anya azért besegítesz, nem csak, nem csak hogy mondjam, fekszel tévézzel, nem tudom, mit csinálsz egész nap, malmozol. Igen, igen, nyilván segítek anyának is, csinálom ész nélkül éjjel-nappal az én kis horgolt kis plüss állataimat is. Úgyhogy igen, nem csak ücsörgök ott. Igen, eltelik az idő, de nagyon örülök, hogy időt szakítottál arra is, hogy tudjunk beszélgetni. Alapvetően a külföldről karácsonyra hazaérkező paksiakról szerettem volna némi nemű képet megmutatni, de tulajdonképpen a te esetet kapcsán az derült ki, hogy ahol éled az életed, akkor is a magyar vagy nagyon jól éled, és nyilván szereted azt élni, és ehhez minden jót kívánok. Én el. nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a meg kívást és köszönök szépen mindent. Lénát Kitti volt a vendégem, aki Görögországban él és dolgozik, de paksi lány, és most itthon fog karácsonyozni, akkor boldog karácsony neked. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, köszönöm szépen. Én pedig köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, az elmúlt egy órában Strasser Andit hallottátok a vendégével, hamarosan jönnek a tíz órási hírek, utána pedig egy óra következik a híresekkel. Úgy tudom, hogy ezúttal Tokai Robi Pós érkezik kettesben. Én magam is kíváncsian várom, hogy milyen híreket találtak a nagyvilágban. További nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek. Adásban voltunk! Minden vasárnap délelőtt Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban! A Pakszefem közéleti magazinja minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között.